Gálaest. Átadták a megyei prímadíjakat Salgótarjánban. Idén művészet kategóriában ifjabb Szabó István, bencúrfalvai szobrászművész, oktatás és tudomány kategóriában dr. Csongrádi Béla, salgótarjáni közíró, még sport kategóriában Sándor Ede, bátonyterenyei testépítő munkásságát ismerték el. Támogatás. Sporteszközöket adott át a bátonyterenyei labdarúgó csapatoknak Becsó Zsolt országgyűlési képviselő. Az egyesületek többek között mezekkel, labdákkal gazdagodtak. Foci torna. Elkezdődött a téli teremlabdarúgó bajnokság a nemrégiben felújított bátonyterenyei sportcsarnokban. Az első fordulóban pályára lépett többek között a Városháza, a Bárvű és a Fiszman csapata is. Ez a híradó, köszöntöm Önöket! Átadták a megyei Prima díjakat a 10. gálaesten Salgótarjánban. Ifjabb Szabó István, bencúrfalvai szobrászművész, a művészet kategória, dr. Csongrádi Béla, salgótarjáni közíró, az oktatás és tudomány kategória, Sándor Ede, bátonyterenyei testépítő pedig a sport kategória prímája lett. Mindannyian 1-1 millió forintot is kaptak a díj mellé. A vállalkozók az innovációért Csillik Zoltán díjat Gergely István kapta idén. A T-Német László VOSZ partneri nívó díjat Varga Tamás, a Nógrádi szervezet korábbi munkatársa vehette át, míg a megye legjobb vállalkozójának választották Kerekes Lászlót, a LEL Kft. Ügyvezetőjét, Bátori Ferencet és feleségét, a Mátrapak Kft. Tulajdonosait és Benc Pétert, a Polár Stúdió ügyvezetőjét. Ezúttal Nógrád megye könyvelője díjat kapott, Szabó Klára Éva, Nógrád megye virágboltosa díjat érdemelt ki, Jászai Nagy István Gyuláné, Nógrád megye gabonatermelője díjat vett át, Kodák István, a megye vendéglátója címet kapott, Hugyec József, Nógrád sajtkészítője pedig, Maszlik Zoltán lett. Az év vállalkozója díjas lett Polgár Ferencné vendéglátós, az Anifer Kft. Ügyvezetője és Házi Attila, az Ipoly Televízió tulajdonosa. November 26-án jelentős értékű sporteszközöket adott át a nagybátonyi és a kisterenyei foci csapatok számára Becsó Zsolt országgyűlési képviselő. Az egyesületek többek között mezekkel és labdákkal gazdagodtak. Az eszközök átadásakor a politikus úgy fogalmazott, régi adósságukat teljesítették azzal, hogy most megajándékozták a focistákat. Véleménye szerint sok más egyéb teendőjük mellett ez is nagyon fontos, hiszen a megfelelő tárgyi felkészültség nagyban hozzájárulhat az adott csapat teljesítményéhez. Régi adósságunkat szeretnénk most letudni. Néhány hónappal ezelőtt volt egy, azt gondolom, hogy bátonyterenye város életében is meghatározó jelentősége bíró kormányzati döntés, melynek eredményeképpen itt a térségen belül és a városon belül több sportegyesületet tudtunk jelentősebb mértékben támogatni. Elsősorban különböző eszközök beszerzését ezzel elősegítve. És hát néhány hónappal ezelőtt, amikor arról kellett dönteni, hogy kikerüljön bele ebbe a körbe, akkor a közös bölcsesség vezetett minket arra, hogy tekintettel arra, hogy azért Nagybátornak, ennek a városnak jelentős sportmúltja van, foci múltja van, hát ne feledkezzünk meg a futballklubról, sem itt Nagybátonyban, sem Kisterenyén, úgyhogy mindenféleképpen, ha van ilyen lehetőségünk, akkor ez a két klub kapjon éjjelegű támogatást, úgyhogy én örülök annak, hogy végülis ebbe a körbe a két futballklub is be tudott kerülni, és egy jelentősebb adományt tudunk majd átadni, ezzel is szolgálva az, hogy itt továbbra is hát élni tudjon ez a sport, gyerekeknek, fiataloknak lehetőséget tudjon adni tehetségük kibontakoztatásához, egyáltalán a fejlődéshez. Úgyhogy én engedjék meg, hogy ezt a régi adósságot most hát teljesítsem, és ebben a körben nem visszaér a senkinek az ideje, és főleg nem elődézve az, hogy bárki is megfázzon, ezt az ajándékot most átadnám. Úgy tudom, hogy ebben mezek vannak benne, sportszár, minden, ami a futballistáknak, a fiatal lurkóknak, az utánpótlásnak szüksége van ahhoz, hogy tényleg teljes vértezetben tudjon kiállni, és hát bízunk benne, hogy el fog jönni még egyszer az az idő is itt Nagybátony bátonyterenyi életében, amit néhány évtizeddel ezelőtt hát megélhettek az itt lakók. Igaz, ahhoz kellett egy bánya, tehát egy olyan háttér, mondjuk úgy szervezet, ami hát biztosította a feltételeket és az anyagiakat is ahhoz,
hogy minél több embert tudjanak szórakoztatni, de hát bízunk benne, hogy itt olyan mértékű támogatást kapott az elmúlt években, és olyan mértékű támogatást fog kapni a labdarúgás Magyarországon, hogy a gyerekek, akik most elkezdik ezt a sportot, vagy akik benne vannak és csinálják, azoknak tényleg lesz lehetőségük arra, hogy ezt minél színvonalasabb keretek között tudják folytatni, és az igazi tehetségeket pedig ki tudják emelni, és hát bízunk benne, hogy egyrészt mondom, visszatér ez a sportélet, ez a sportvilág ide Bátonterenyére, másrészt pedig a nagyon sok fiatal közül azért néhány tehetség az majd kiválasztásra kerül, és hát sok örömet tudnak majd szerezni a szülőknek, illetve ennek a városnak. Meg Ámbor fogad szeretettel ezt a kis adományt. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy a férkapus hálóban, meg a sincsontvédő. Köszönjük. A nemrég megalakult új Bátonyterenyei képviselőtestület november 26-án megtartotta első rendes ülését a Városháza második emeleti tanácskozó termében. Az eseményen szó volt többek között önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozásáról, a helyi tanúszoda hitelének rendezéséről, pályázat kiírásáról, a helyi közvilágítás korszerűsítéséről, sőt több rendelet módosítása is napirendi ponton szerepelt. A teljes ülést vágatlanul tekinthetik meg televíziónk honlapján, a bttv.hu-n, de Facebook oldalunkon is megtalálható az összeállítás. November 29-én hivatalosan is elkezdődött a téli kispályás teremlabdarúgó bajnokság a nemrégiben felújított Bátonyterenyei sportcsarnokban. A mérkőzések előtt Nagymajdon József, a város polgármestere mondott beszédet, majd ezután nem sokkal később következtek is az első forduló mérkőzései. Pályára lépett többek között a Fiszman, a Bávű és a Fűtőber csapata is. Fekete Tibor helyi vállalkozó kezdőrúgásával hivatalosan is elkezdődött a téli teremlabdarúgó bajnokság a nemrégiben felújított Bátonyterenyei sportcsarnokban. A korábban romos állapotban lévő épületet hosszú idő után az önkormányzat tette rendbe, melyben komoly támogatást nyújtott számukra a tornát megnyitó helyi vállalkozó is. A város vezetője, aki szintén pályára lépett a kezdő mérkőzésen, azt mondta híradónknak, örül annak, hogy újra sportolók és szurkolók vehették birtokba a létesítményt, mely ismét közösségi térként funkcionál Bátonyterenyén. Úgy gondolom, hogy már az, hogy egy ilyen bajnokság 16 csapattal el tud indulni, ez mint egy, ha csak csapatonként 10 embert foglalkozó 160 embernek a sportás lehetősége a csarnok, akkor azt mondom, már megérte minden hétvégén. Nem emlékszünk még a szép időkre, amikor 20-24 nevező csapat is volt, és ugye a fordulók szombat vasárnap is meg voltak tartva, tehát mindig ki volt használva a csarnok. Úgy gondolom, hogy a városban egy óriási lépés, hogy most szombati nap folyamán elkezdődik a teremlabdarúgó torna. Ez mindannyiunk számára öröm, óriási igény volt rá, sokan kérdezték folyamatosan. Emlékszünk még arra, amikor a Facebook csoport alakult, hogy mentsük meg a Bátonyi sportcsarnokot. Hát itt vagyunk, vegyük igénybe. Mi minden egyes Bátonyterenyei polgár, sőt a kistérségben lévőket, de akár mondhatnám az egész Kelet-Nógrádban élőket is, bátorítanék, hogy igenis vegye igénybe a Bátonyterenyei sportcsarnoknak a szolgáltatásait, igenis jöjjön el, sportoljon. Szerintem egész magas színvonalon, nagyon jó sportpadlóval, kulturált körülmények között tudnak sportolni a téli időszakban is. Mindenkinek csak ajánlani tudom, és talán személyes példa az, hogy a Városháza csapata elindult a bajnokságon, ezzel is népszerűsítve a városi sportot. A teremlabdarúgó bajnokság tehát november 29-én elkezdődött. A mérkőzések egészen 2015 márciusáig tartanak majd, addig számos fordulót rendeznek a hétvégék folyamán, szombaton és vasárnap is. Az esemény főszervezőjétől tudjuk, hogy rengetegen jelentkeztek a mostani megmérettetésre, ami még őket is meglepte. Nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sokan érdeklődnek. Hát ha csak kiszámoljuk, hogy egy csapatban 15 játékos van, az 16 csapattal összeszorozva, plusz a gyerekeknek a mérkőzései, plusz az öreg fiúk meccsek, itt közel 300 ember fog megmozdulni csak a pályán. A bajnokság elsődleges célja, hogy rendszeres és szervezett játék lehetőséget biztosítsanak a labdarúgást nem aktívan végzők részére, illetve hogy még inkább népszerűsítsék a szabadidősport ezen ágát.
A torna egyik játékvezetője ugyanakkor arról tájékoztatott minket, hogy a szabályok betartása érdekében még fegyelmi bizottságot is felállítottak, mely igény szerint felülvizsgálhatja az adott mérkőzést, illetve a bírók döntéseit is. Van egy ilyen is a kitételben, hogy meg lehet óvni mérkőzést. Ezt a csapatok döntik el a mérkőzést után, bármelyik játékvezetőnek benyújthatják az óvást 1000 forint ellenékbe. Tudomásom szerint igazából itt mi döntjük el, itt a csapat dönti el, hogy mi alapján szeretné megóvni a mérkőzést, hogy mi az, ami nem tetszetnék, hogy valamelyik csapatban jogosulatlanul szerepelt esetleg játékos, vagy olyan játékvezetői tévedés történt, vagy úgymond mi szakmánkban mondva műhiba, ami esetleg befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. A jövő év tavaszáig tartó bajnokságban a mérkőzések egyébként 2x25 percig tartanak. A győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1 pont, a vereségért pedig 0 pont jár. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény és a gólkülönbség lesz meghatározó. Az első helyezett 60 ezer, a második 40 ezer, míg a harmadik helyezett 20 ezer forintot vihet majd haza. Díjazzák továbbá a gólkirályt, a legjobb kapust és a legjobb mezőnyjátékost is. November 30-án, csak úgy, mint az ország más helyein, Bátonyterenyén is meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. Az első ünnepi lánga nagybátonyi Szent Antal kápolnában lobbant fel, ahol Zahar Béla helyi plébános tartott szentmisét. Az eseményen műsort adtak az alapfokú művészeti iskola diákja is, majd ezt követően forralt borral, meleg teával és finom szendvicsekkel vendégelték meg az itt megjelenteket. Advent egyébként a reményteli várakozás, a lelki készülődés ideje, Jézus születésének ünnepére való felkészülés. Régen a keresztények ekkor szigorú böjtöt tartottak, még a napkelte előtt hajnalonként aranymisékre jártak. Ez az időszak tehát a lelki megtisztulás ideje, felkészülés az Úr eljövetelére. Ünnepi díszbe öltözött Bátony terenye. A lámpaoszlopokra feltették a világító hópelyheket és az angyalokat, amelyek a szeretet ünnepének közeledését jelzik. A díszek egyébként a mostanában jellemző, borongós, kissé szomorkás időjárás monoton pillanataira is üdítően hatnak. A díszek kihelyezése mellett egyébként a nagybátonyi városrészen mindenki karácsonyfáját is felállították, melynek felső részét daruval díszítették, míg az alsót a Bartók Béla általános iskola tanulói öltöztették ünnepi köntösbe. Ezt követően a Kisterenyei Nemzeti Összetartozás emlékparkjában található fára is felkerült az égősor. Török delegáció érkezett a napokban a Bátony terenyei II. János Pál pápa katolikus általános iskolába, hogy megnézzék, hogyan is zajlik az intézményben a fiúk és a lányok közös oktatása, megbizonyosodjanak a nemi együttélésről, illetve arról, miként kommunikálnak egymással a tanulók. Az esemény népviseletbe öltözött helyi diákok műsorával indult, majd beszélgettek a külföldi delegáció tagjai az itteni oktatókkal, akik be is mutatták számukra az iskola profilját. A török pedagógusok ezután ének és irodalom órákat látogattak. A saját szemükkel győződhettek meg arról, hogy gyakorlatilag nálunk a fiúk és a lányok ugyanúgy, mint Európa minden intézményében együtt tanulnak, együtt gondolkodnak és együtt élik meg a hétköznapjaikat. Budai Péter mesterszakács segítségével tanulnak főzni a rabok a balassagyarmati börtönben. A 2+1 éves képzés célja, hogy az elítéltek szakmát szerezzenek. Az első évben többek között megtanulják, hogyan kell az alapanyagokkal bánni, majd később elkészítik a saját ebédjüket és a vacsorájukat is. A második év végére pedig egy olyan étlapot kell összeállítaniuk, amelyet valamennyi büntetés végrehajtási intézet használhat. Úgy tudjuk, jelenleg még egy 4 lapos rezsón főznek a szakács szakmát választó 8 emberrel Balassagyarmaton, de remélik, hogy jövőre már anyagi támogatást is kapnak a programhoz. Budai Péter mesterszakács egyébként abban bízik, hogy újdonsült tanítványai szakmával a kezükben, szabadulások után már nem kerülnek vissza a börtönbe. Nyílt napot tartottak a napokban a Bátony terenyei rendőrkapitányságon. A szervezők minden olyan diákot vártak az eseményre, akik a rendőri hivatás iránt érdeklődnek. A rendezvényt Révész Ákos alezredes, a helyi kapitányság vezetője nyitotta meg, és egyben köszöntötte a megjelenteket.
majd ezután az érettségi előtt álló fiatalok betekintést nyerhettek a rendőrség szervezeti felépítésébe, és egyben alkalmuk nyílt megismerni az általuk használt technikai eszközöket is. Végül jelentkezési lapot adtak át a hivatás iránt érdeklődőknek. Számos fejlesztés valósult meg az elmúlt hónapokban a Bátony-Terenyei Kossuth Lajos általános iskolában. Az intézmény kétszer is sikeresen pályázott az interneten, melynek köszönhetően megújult a 3. B osztályterme. A zöldsuli program keretében pedig új növényeket, tujákat, bokrokat és fákat is telepíthettek az udvarra, mintegy 500 000 forintból. Mindezek mellett az önkormányzat felújította az iskola kerítését, és járdát alakított ki a buszmegálló, valamint az intézmény között a biztonságosabb közlekedés érdekében, sőt új kültéri játékok telepítéséről is gondoskodott, melyek a tervek szerint 2015 tavaszán érkeznek majd meg. Több hetes felújítási munka után a napokban újra birtokba vehették megújult osztályukat a Kossuth Lajos általános iskola 3. B-s tanulói. A gyerekek terme hosszú ideig üres volt, máshol tanultak. A Rigipsz ugyanis felújítást végzett náluk. A tanulók és a szülők még szeptemberben nyertek a cég internetes pályázatán egy akusztikai korszerűsítést. A kivitelező ennek keretében hangzáró paneleket szerelt fel a mennyezetre, így csendesebb lett az osztály, melyet modern LED világítással is elláttak, sőt vállalták a terem kifestését és új linoleum felhelyezését is. Hatalmas nagy öröm volt a gyerekek számára is, és a mi számunkra is, és itt nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogattak bennünket és bíztak bennünk, hogy megnyerjük, és a mi osztályunk legyen felújítva, és külön köszönet a szülőknek, külön annak az 5-6 szülőnek, aki irdatlan nagy munkát tett ebbe a feladatba. És lehet látni most a felújítás során, a múlt héten készült el a felújításunk egy hetes munka során, hogy milyen gyönyörű tantermünk lett. Körülbelül 500 000 forintos összeg az, amit itt a Rigipsz cég beletett az osztályunkba, és azóta irtózatosan boldogok vagyunk. A mai napon költöztünk be igazán a gyerekekkel, és lakjuk be ezt a tantermet, és már most 2 óra után is nagyon nagy különbséget látunk. A Rigipsz osztályfelújítási projektjén túl egy másik pályázaton is nyert nemrégiben a Kossuth iskola. A Cetelem Bank zöldsuli programján ugyanis másodikok lettek, így lehetőségük nyílt az udvaruk szebbé tételére. Ennek a pályázatnak a megvalósítása szeptember-október hónap elején zajlott, amelynek eredményeképpen tujákat, bokrokat és fákat telepítettünk az udvar különböző pontjaira. Így igazán elmondhatjuk, hogy most már reméljük a jövő tavasszal nagyon szép parkosított udvarunk lesz, és nagy örömünkre ebben az időszakban a nagyon régen tönkre ment iskola kerítésünket is a helyi önkormányzatunk, városunk önkormányzata segítségével helyreállították, és most már egy nagyon szép iskola udvarral rendelkezünk, és talán reményeink szerint a jövő tavaszra a udvari játékok is kihelyezésre kerülnek, és így elmondhatjuk, hogy tanulóink nagyon szép iskolai környezetbe járhatnak ide a Kossuth iskolába. Nem Balassagyarmat lesz a Nógrád megyei önkormányzat székhelye, a közgyűlés és a hozzátartozó infrastruktúra maradt Salgótarjánban. A Nógrád megyei önkormányzat képviselői egyhangulag döntöttek úgy legutóbbi ülésükön, hogy nem lép hatályba az októberi alakuló ülésen elfogadott módosítás, vagyis nem Balassagyarmat lesz az önkormányzat székhelye. A szavazás ugyanakkor formális volt, mivel a korábbi székhely áthelyezés után az országgyűlés úgy módosította az önkormányzati törvényt, hogy az kimondja, a megyei önkormányzat székhelye a megye székhelyen lehet, ez pedig Nógrádban, Salgótarján. November 27-én a Véradók világnapja alkalmából véradással egybekötött ünnepséget rendezett a Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei szervezete Bátony-Terenyén, a Bávű épületében, ahol oklevelet és ajándékokat adtak át a karitatív tevékenységben jeleskedőknek. Az eseményen mintegy 80-an vettek részt, köztük voltak a helyi Fáy András szakképző iskola diákjai is. Az egész országban nagyon nagy szükség van a véradók segítségére és a vérre, hisz rengeteg baleset történik, nagyon sok korszerű műtét történik, és nagyon vérigényesek ezek is. Ezért toborozzuk mindig a véradókat,
hogy jöjjenek minél nagyobb számmal, hisz nagyon nagy szükség van a véradók segítségére. Előrelátóak vagyunk, és nagyon sok adventi véradást terveztünk, és az ünnepek között is lesznek véradásaink folyamatosan. Társalgótarjánban is, Nagybátonyban is, és hát kín vidéken kiszállásokkal oldjuk ezt meg. Autóversenyt rendezett a napokban a Bátony-Terenyei Városházút aszfaltján a Kövér Gáz Rally Sport Egyesület. A legutóbbi megmérettetésen résztvevőknek előre kihelyezett akadályokat kellett megkerülniük, és négyszer végigmenni a mintegy 1,2 kilométeres pályán. Volt, aki laddával, de olyan is, aki trabanttal vágott neki a futamnak. A rendezvényen kategóriánként az első három helyezett gépjármű vezetőket kupa és oklevéllel díjazták, sőt elismerték az abszolút verseny legjobbjait is. Az eseményről bővebb összeállítást közösségi oldalunkon és honlapunkon a bttv.hu-n találnak. Gálaest. Átadták a megyei primadíjakat Salgótarjánban. Idén művészet kategóriában ifjabb Szabó István, bencúrfalvai szobrászművész, oktatás és tudomány kategóriában dr. Csongrádi Béla, salgótarjáni közíró, még sport kategóriában Sándor Ede, bátonyterenyei testépítő munkásságát ismerték el. Támogatás. Sporteszközöket adott át a bátonyterenyei labdarúgó csapatoknak Becsó Zsolt országgyűlési képviselő. Az egyesületek többek között mezekkel, labdákkal gazdagodtak. Foci torna. Elkezdődött a téli teremlabdarúgó bajnokság a nemrégiben felújított bátonyterenyei sportcsarnokban. Az első fordulóban pályára lépett többek között a Városháza, a Bárvű és a Fiszman csapata is. Ez volt a híradó, viszontlátásra!